Bazd meg! Nincs egy tisztességes ruhája. Bazd meg, így is azt van, a kurva élet. Nincs valamit akarom. Melyik a dob? Nincs csipet. Hol a dob? Csipet. Melyik a dob? Ja, bazd meg, ez az a köcsök. Bazd meg, kilóg a honalja. Most már jó. Várjál, hagyj induljon el a dob.
Vajon hol találok most új ellenfelet, aki majdnem méltó lesz? Nézzen szét a kanálisban. Na hát szervusztok, ti kis gusztitánok, mi helyzet, hogy vagytok, és mit csináltok? Köszöntünk minden gusztitánt, fiatalt és öreget egyaránt itt az ETS 211. élőadásában egy kis éjszakai vezetés Chin-Chizellel. Akinek sajnos most már hosszabb a haja, mint szokott, gyerekek, a bal felső sarokba raktam magam, hogy esetleg jobban lássátok a kamion belső részét, meg nem tudok. Hogyha nem jó, akkor természetesen szóltok, és át fogom úgy rakni, hogy az megfelelő legyen. Nyugodtan lehet írni megfigyeléseket, ötleteket, tanácsokat a csetre, és egyből 71 emberrel indultunk, így vasárnap este, amint csodálkozom, tekintve, hogy ezért holnap a nézősereg kisebb-nagyobb zömének kell mennie suliba ide meg oda, de ennek ellenére cool, és itt van velünk Attila is, aki személyes ismerősöm. Szia Attila, üdv a streamben, itt van Molok, Abadó, Viki, Nightbot, Balázs, láttam az előbb. Nightbotnak ugye Balázs megoldott ezt az új funkciót, hogy beírod, hogy felkiáltójel mond be, és akkor bemondja a nevet, ha nem érkezik neki túl sok kérés. De ez ugye állítható természetesen. És itt van velem az Isten haragja is. Na, sziasztok! Ciao. Végignézted a cuccat? Jó. Gyerekek, ugye nagyon sok kérdés jött ide hozzánk, hogy hol a Xefi. Még biztos azután is fog jönni, hogy már rég kint van a videó, most akkor elmondom. Kint van a videó, hogy mi történt. Jaj, minősítettem. Nézzétek végig, hogy mi történt. Meg, ennyi. Mert így van, nem mondunk semmit, akkor előjük a point, ez így jó. Oké. Na srácok, mivel annyira szégyellem magam, hogy felborultam kamionnal és vesztettünk 5 milliót a Patrik akjáról, vagy hát profiáról, ezért úgy gondoltam, hogy elvezetgetek én itt, beszélgetünk, lehet irogatni cseten, meg nem tudom, és akkor azt is igyekszem. Nézzük a Face-t, egyik nap írtam, meg mellékeltem egy kép. Rendben Attila, ránézek, hogyha lesz időm, köszi. Jó. Már te megint megpróbálsz felborulni, ugye? Csak hát kurvára remélem, hogy nem. Frankfurt am Main. Jó, srácok, mit indítottam én? Baszak single player-t. Bocs, gyerekek. Azért mondom, melyik szerveren vagyok? Nem is kérdeztem, melyikre akarok, mert a single player-t indítottam el. Gyerekek, EU3-as szerintem, jó? De mindjárt megnézem, hányan vannak bent a 3-as szerveren. Robi, ezt majd egyszer beszerezhetnéd, ezt más nem jössz billentyűvel. Tudunk menni együtt helyekre, meg minden. Mondjuk ez melegen hangzott. De hát majd megyünk a Pride-ra. A Benny Powell-val meg a Szefondével, mert ők melegek. 5 pillanat, igen, mert meg kell javítanom a kamiont. 395 ember van benne a 2300-ból az Európa 3-ason. Szerintem oda megyünk. Hát ugye városokban szokott tömeg lenni, de az utak általában jók és járhatóak. Most sem lesz az másként. Szia, Márk! Én azt hiányolom ebből az Európa Truck Simulatorból, hogy mit tudom, amikor hegyek környékére mész, akkor havas, vagy nem? Vagy csúszik? Hát ugye, várja, nekem megvan az a már most megnézem a mapot, azt hiszem megvan. Igen, itt van Skandinávia, meg tököm tudja fönt. Gondolom ott igen? Most már jó lenne vinni arra felé árut. Ilyen, tényleg így a téli hónapokba esné bele, akkor ez akkor meg esne. Aha. Nem tudom, hát jó, mondjuk ez az Eurotrack is olyan, hogy 1000 millió plugin, meg mod, meg tudod, mik vannak. Most nem tudom, az alapverzió mit tud. Fuvar. Akkor Frankfurtból. Gyerekek, megpróbálok arra az osztrákok felé menni kicsit, ugye Robi ott van, és amikor beérünk már az osztrákokhoz, tehát ez minden országnak van egy ilyen sajátos táj, meg út, meg táblarendszer, vagy a fák felismerhetőek. Tehát elmegyünk arra, és megnézzük, hogy tehát olyan árut viszek, ami így mindig így kicsit közelebb megy az osztrákokhoz. Tehát most például ez mi ez? München? Münchenben nincs valami, amit vinni kell? Frankfurt, Nürnberg, Stuttgart? Stuttgart nem jó, mert az Strasbourg még jól. Az van, München az túl messzi van ahhoz, hogy innen elmenjek oda. A Stuttgart hol van? Nürnberg. Nürnbergi melóm. Van Nürnbergi melóm!
villástargoncákat kellene vinni Nürnbergbe 1.400.000 forintért, és akkor onnan esetleg át tudnék menni Münchenbe. Ja nem, tök hülye vagyok, gyerekek, mert valószínűleg mindig a székhelyemről fogok indulni. Nem tudom, azt se tudom, mi van, kiderül. Ezt most egyelőre elvállalom. Na, plusz én most itt leszek a live végig. Biztos, hogy benne, és hogyha 5-ig tart megint? Reggel 5-ig tart? De nem, most nem. Most azért nem, gyerekek, de egy, mit tudom én, 4-5 fuvart megcsinálunk, vagy valami. Most tudom, hol kell itt kimenni. Jó, hogy már nálam vannak a targoncák. Hát, hogyha majd a Gusztin megint fölborítja a kamiont, akkor majd egy kicsit tovább tart a műszak. Vagy életben remélem nem. Gyerekek, hát eleve úgy indulok, hogy nálam vannak a targoncák, és ki kellene tolatnom. Hát jó, nem, ne, ez most full új munka, és valahogy... Mert úgy kellett mindig, hogy mindig úgy vettem fel az árut, most meg egyből rajtam van, és ráadásul a kamion orral így a cég hátulja fele néz. Magyarul kurvára nem kéne oda vernem a targoncákat, ha nem akarom, hogy sérüljön. Én jól vettem, ezek aztán a jó helyek. Ó, te jó Isten, gyerekek. Oké, és most vissza. És hogy jól elfordítom. Ott tudom, hogy milyen őrület van. Ó, hát, hogy is nagyon soha van. És aztán felmennek ám a kamionon csak olyan helyre, hogy atya világ. De szerintem nem. Már most leúsztad az oldalát. Nem szólt. Na most, hogyha el tudnám fordítani előre. De ilyen egy buzi, egy basztarohat. És ott van az a köcsög markoló, vagy mi a tököm. Jó van, akkor így megyek, baszok. Tehát majdnem előre bukott a pilóta fülke, vazeg. Alex Janó azt írja, hogy most jött a csatira, és felgyakorlatilag megdobott egy lájkot. Köszi előre is, de most mindjárt. Szervusz, kurva, köszönjük szépen, szervusz! Jó van, bocsi. Öcsém. De bazd, egy konvoj! Figyeld már, élő emberekből álló konvoj. Itt mennek el. És majdnem kimente beléjük, figyeld, majd most írod a stream, rám dudált a csávó. A gyerekek. Legyünk velük kezdeni, baszki. Az a rohadt. Majdnem kihúgultam eléjük, itt mennek el gyerekek, lehet, hogy streamel a csávó, és őt is követik heten, ugye nem tudom. Nagyon kemény. Ezek nem érek el a pedálik. A Gab, mikor My Summer Karma, a Gab mindig úgy nyomja a gázt, hogy a pedált mindig úgy hozom vissza, bazd meg a szoba túlsó végéről, te elnyomja a francba, alig érem el. A Magyarország modot szedle részletes és jó szósz. Igen, de úgy hallottam, hogy úgy meg nem tudná multizni. Tudod, nekem meg ez a mániám, hogy nézőkkel, meg így ismerősökkel tudjunk igazából. Na gyerekek, 15.900.000 forint van, félig van az üzemanyagunk, 230 kilométerre van a cél, úgyhogy akkor nyomjuk neki, és minél kevesebb büntetéssel, és minél nagyobb épp. Beérem a konvojt. Bazd meg, beérem a konvojt, lassan mennek. Most... Vagy le kell előzni az egész bandát, gyerekek? Kérdés, hogy van-e köztük olyan állat, akiné nincsen áru, azt azzal szórakozik, hogy nekem rántja a kormányt, azt szétcseszik. Jó, vagy úgy jársz, mint egy lopó érző. Ja. Vagy most... Azt kell, hogy bealudt a losson, ez főború, gyerekek, nézzétek meg a 10. live. Vagy CB-n megkérdezem tőlük angolul, hogy most milyen csöcs van. De mekkora konvoj, figyelj, gyerekek! Azt nem jó, Isten, mennyien vannak az ember. Te, de... Magyarul besz... Magyarok vagytok? Ez van egy Simon, hát az... Ó, te jó Isten, gyerekek, hát... Bazd meg, le is kellett. Na jó, na gyerekek, szerintem visszapakolunk ennek a... Mi ez, Kálnia? Hoho! Akkor...
berámoljuk megfelelő sebességbe, szerintem adok egy kövér gázt, azt megpróbáljuk őket kikerülni, mert ez így necces lesz. Nagyon necces lesz. 140-en vagytok egyébként, ő mindenkinek az újaknak mondom, bocsi, gyors info. Lent a leírásban van egy link, András jóvoltából 2 darab jegyet nyerhettek a Play It-re. Itt megy a gyűrűskodás, lököd. 20-áig lehet jelentkezni. Aki esetleg azért nem jött volna, mert nincs pénze jegyre, vagy nem tudom, az jelentkezzen, hát ha megnyer, és akkor ott találkozunk. Ez lengyel lehet, ez a Skoda, vagy hát Poland, de lehet, hogy ez a neve. Tehát hogy jó kamionos módjára mennyi mellé, aztán üvölts ki neki az aggaton. Hát úgy lehet, ugye lehet voice chattel üvölteni, úgyhogy ezt meg is lehet csinálni. Éppen, hogy csak mutogatni nem tudok neki. Bármivel streamelek akár azt is. Most téged nem nevettek ki régen a neved miatt? Hát aki kinevetett, annak megtekertem az orrát. Szia Stella! Nem. Én se szeretem, de nem volt ilyen. Sőt, néha csodálkozom is, hogy ne. Tehát csodálkozom, hogy nem abból állnak a streamek, hogy mit a nevemmel szólt. Tehát valahogy nem, pedig nem túl gyakori név, és emiatt könnyen válhatna közröhelyi tárgyává, de nem teszi. Hát jó, én előzök. Bocsi, srácok. Sorry, but I'm coming through. I don't want to disturb you guys. No, don't push me off the road, man! Fuck! Don't push me off the road! Are you some kind of pirates or something? Why don't you let me go? Shit! Figyeld, mi csinálsz? Shut up. Fuck you, you fucking bitch! Let me through! Azt mondja, shut up. Ne ugassál, mert szájba rúglak. Passz meg, rendőr. Passz meg, ez admin. Ja, passz meg, és nyomtam a voice chat. Hát ki a kurva anyját érdekel? Hát mi ez te? Hát de most mi, akkor rúgjanak ki a szerről, nehogy ne tudjam már vinni az árut, mert az adminit kísérgetni így kamionos, vagy most ez micsoda? Mi ez, gyerekek? Ó, neki egy húzi retardát, tehát 170 néző nézik, bazd meg, hogy mekkora egy gyökér, vagy húz a kurva anyád, honnan neki. Én nyecs, és lemaradtam. Remélem lefordul. Le kellett volna fordulnom valahol? Én meg tovább jöttem? Úúúú, gyerekek, te hogyan fordulok meg? Ezen az úton hogyan fordulok meg? Jobbra kellene menni, nem? Na, már írják! Hát gyerekek, merész manőver következik. Kicsit itt kihajtok a fenyvesbe. Na ezt figyeld, Robi, ennyi villás targoncával megfordulni. Megfordultam, gyerekek. Oké. Szerintem, ha megtiprom a Scania-nak, még odaérünk, itt dobunk egy balra indexet, de közben valaki magyar már követ, az most szerintem nem érti, hogy mi a fasz csinálok. Elkorán kidobtam az indexet. Megfordultam, gyerekek, mint a golyó. És aztán viszont tolni kell. Jó, legalább a konvoj elment a francba. Miután leugattam őket. Oké, 9. padló. Aztán még 11-be fölcsapom, 12-be ugye nem lehet ezekkel a beállításokkal. Azonban nem emlékszem, gyerekek, múltkor hogy volt beállítva, mert ugye múltkor felezőt használtam, most meg úgy van beállítva, hogy egyet váltasz és kettőse, tehát kettesével vált gyakorlatilag. Tehát egyes van, harmadik van, ötödik van, és így tovább 9-ig. De viszont így ugye kiesik a 12-es. Jó, erre jó az út. Megpróbálom tartani a 60-at azért. 170-en vagytok, gyerekek, ilyenkor vasárnap, teljesen cool. Muszti EU3, igen, látom, András válaszol. Nem akarom őket löködni, molok, mert tudod, én is izét viszek. Árut, nem akarom, hogy sérülj. Na igen, kanyarba fék, tegnapiekből megtanultam, hogy itt nem kéne gyorsan menni. Egyszer csak éles kanyart vesz az utas, borul az összes targonca a francba, azt most nem akarom eljátszani. Megint 70-nel megyek, ott a 60-nal kéne ebbe a kanyarba. Oké, szép. És ott egy benzinkút, ott mi viszont megállunk, srácok. Mennyire sérültél most? Semennyire.
akkor... Full jó a pilóta fülke is, meg az áru is. És 150 km van vissza, gyerekek. Nem kaptam gyorshajtásért se... Semmit, meg pirosan áthajtásért se, maradjon ez így. És akkor király lesz. Ó, baszom. Soha jó felé vállatok. Oké, itt egy benzinkút, válunk. Ez kurva jó, gyerekek, most nem tudom mennyibe kerül jelenleg. Aki tudja szerezni, hogy több ezer ember elfér a szeron, tehát úgy van megoldva. Hogyha rendesen tudtok közlekedni, hogy nem egybánsba megyünk meg ilyenek, akkor lehet. Bár múltkor a Redalina, amit csináltunk konvolt, ott se volt túl sok gáz. Azt mentünk vagy 70-en, vagy nem is tudom mennyi szaggatott az egész játék. ez kemény jó. Nem tudom, ki vagy mögöttem, csávó. Köszi, hogy követsz. Beállok tankolni, vigyázz. Na, az a gond, hogy amikor így mondod, akkor, hogyha nem a helyző játékban mondod, akkor ugye... Játékban mondtam, ilyenkor mindig nyomom a szimplavét, ugye az a voice chat. Ezt lehet a moderátor? Ja, ezt csak viccből írod. Jó hét, grizzly medve, ciao. Használod időváltót, hogy 4, 6, 8, 10, 12. De ezt is csak full véletlen állítottam be, Szilárd, nem tudom melyik az az opció a menüben, mert ugye ezeknek a menüje olyan, mint a Sturmovik menüje, hogy 6 A4-es oldalnyi gombot be lehet rakni, a tököm tudja, hogy melyik. Viszont megtankoltunk, úgyhogy megyünk tovább. Ha valaki tud infót, hogy esetleg az a Magyarország mod, hogy valahogy a multit, tehát van-e ahhoz külön magyar szerver esetleg, vagy valami, mert akkor viszont lehet, hogy tolnánk belőle egy live-ot, hogyha az érdekel titeket. 2003 érvette. Jó, az csak tudod, vigyázz ezzel az oldal, nagyon-nagyon-nagyon vigyázz el. Pipálj ki, inkább vedd meg a shieldet, most nem mondom be az oldal nevét. Mindegy, gyerekek. Minden úgy jártok, mint én. Veszitek, akkor nyomjátok be a shieldet. Nekem is már volt probléma. Lehet, akkor, hogy úgy is gáz lesz. Igen, de ugye azért előbb visszakapod. Én nekem teljes egészségben visszaküldték a pénzt, és ugye nem is pénzt küldtek, hanem adtak egy másik oldalt. Ennyi. Egy másik oldot. Az jó. Az úgy rendben van. De ha jól emlékszem, hogyha nem megy, akkor ugyanúgy visszaküldjük a pénzeteket. Jobban levásárolhatjátok. Magyarország most csak single-ben megy, és az újakkal azt mondja bele. Igen, beszéltük már ezt, nem emlékszem. ...118 km, gyerekek, mindjárt odaérünk. A konvojt végre daráztuk. Úgyhogy elvileg cool. Amúgy Gusti, az a jó álma, amikor tényleg autópályán találkozó egy konvojjal, aztán ez egy kamionos kamionos. Öregem, az álma vicces. Bazd meg. Félelmetes. Mert főleg ez... amíg odomnak körben. Na, az már tényleg félelmetes. Mm. Gyerekek, ez nekem még így játékban is annyira kurva ijesztő tud lenni. Itt megy el valaki és dugál. Ja, szervusz, Szabi! Visszatudáltam. Az meg ezen a kormányon is annyi gomb... Oh! Felborult, Szabi! Baszki, Szabi! Kikerültem. De nem volt nála áru. Figyeld! A halál jön rendesen, mert én is játszok közben, és csak annyi így jelsz hát. Most ért oda a strip. Csúszott még az oldalán. Szavikán, mi történt? Kicsik egy gyorsan ment, nem? Olyan. Még csúszott a izé. Mindegy, Szavi. Most, gyerekek, most ha szólt a szervizeseknek, akkor a legközelebbi városba leteszik, úgyhogy ideig nem fogjuk látni Szabit, nem tudom, utolére valaha valamikor. Várjál, Raid van. Gyerekek, Raid van! Dream Devil! Szervusz! Dream Devil és az ő nézői gyerekek, a GK-sok próbálhatnak deffelni. Mikor lesz Dirt 3? Egy héten tolunk egyet, vagy hétvégén, jó? Lehet meghirdetem már jó előre. Remélem mindenki beszerezte, rohadt jó a multi egyébként, kellemeset csalódta. És akkor lehet
tolni velünk dörtöt, természetesen, meg nem tudom, a Dream Devil néző is, vagy maga srác, hogy beszerezte, vagy valami, lehet tolni. Mi a Nightbot is tud defelni, Andris, vagy miért írtad, hogy felkiáltójel def? Ide hoztam, ahova jössz. Ja, direkt döntötted fel, hogy a szervizesek kitegyenek abba a városba, ahol... Aha, ahova én megyek? Akkor előbb ott leszel, basszus. Durván feldőltél, hal. De neked mennyi pénzed van, Szabi? Te is ilyen Miller vagy már, mi? Aztán emberek dolgoznak neked, ugye? Köszönjük a Raided Dream Devil-eknek. Gyerekek, 192-en vagyunk vasárnap este, most így a Raid-el együtt ugye megnövekedett a nézőszám. Üdvözlünk mindenkit, aki most csatlakozik. Meg nagy pacsi Dream Devil-éknek. Srácok, aki nem ismeri Dream Devil-t, és remélem jól mondom egyébként, az nézzen rá a csatiára, most így ennyit tudunk így hirtelen jelleggel visszarédelni, úgymond. Visszaváltok. 9-be, mert nem tudom, hogy ez emelkedni fog ez a domb, vagy nem. Itt jön valaki. Nyomunk neki egy duda. Ez melyik szerver? EU3-as. Európa 3-as. Nem jól nyomtam le a kuplungot, mindig kereg ilyenkor kicsit a kamion. Valaki szólt, hogy Gusti, de szerintem már messzi volt a csávó, vagy nem tudom. 28 km, gyerekek, mindjárt kezdődhet a tolatgatás nekem meg. Rettenetesen bedeffeltek a GK-sok. Hányan jöttet? Egy olyan 30-40-en átjöttetek, ha jól lát, 170-en voltunk Raid előtt. Mondjuk, most kb. 191 van nálam. Szép, basszus, szép. Ez sok volt. És 40-nel szabadnak urulni ezen a lejtőn. Ja, már itt vagyok a városban. Raid előtt valaki amúgy írt, hogy van-e szerver arból. Igen, van, de gyerekek jelenleg le van lőve, ezért a szerver látom már most is írja. Junker Kolbászenelmű írja. Gyerekek, most teljes egészében megnézzük két maggal, hogy hogyan fut a test szerver, mi ez a 7 Days to Die. Mm-hmm. Ugye majd a Gusti is majd meg fogja nézni, meg fogja próbálni. Lehet menni hozzá, most egy vagy két hétig fog menni ez a dolog, Seven Days to Die, és akkor el fogjuk tudni dönteni, hogy mennyire van rá igény. Akkor lesz csinálva külön egy annak megfelelő szerver, hogy amennyi az igény rá, és akkor majd utána megint működni fog csak én általában az ARC szerver. Így van. Úgyhogy lényegében ARC szerver most nem működik, majd egy két hét múlva fog működni körülbelül. Mi van, most már neked jött a GM is? Hát nem tudom, szerintem magyar, nem mondok inkább neki semmit, mert megsérült a kamionom most, csúnyán, belém jött. Azt tudom, hogyha direkt csinálja, mindjárt veszek egy nagy fordulatot, bazd meg, az 200-zal belemegyek ezzel a 20 tonnás szarral, úgyhogy elrepül a map túloldalára, bazd. Ezt rühellem egyszerűen, mikor, de nem is laggolt, tehát nem azért jött belém, mert lag meg, mi elég jók. Elég jó a szerver olyankor, amikor csak így 5-6-an mentek, meg mit tudom, egy helyen. Tehát tök jól mozgott, nem volt lag, és belém jön, tehát a rohadt életbe. Milyen kormányt, Logitech G27-eset? Szerintem ez egyik legjobb, ami készült ilyen témába. Hát ugye van a G29, de nem is módosítottak rajta sokat a G27-hez képest, mert nem nagyon lehet már rajta mit módosítani. Gyerekek, bőr, kurva jó botváltó, kuplung, minden tökéletes, kurva jó anyaggal készült az egész. Hát a Logitech az Logitech elég jó azért. Mert nem szóltál be neki, hogy rohadjon meg. Hát Laci, én már... Most majdnem azt mondtam, kinőttem belőle, de nem, mert a külföldieknek elüvöltözök, de hát most nem fogok... Na bazd meg, itt meg valaki... Jézus, na ezt figyeld, Robi! Ezt figyeld, aki most jött, tudom, kicsit takarja a cset a jobb visszapillantót, de ez... ez beteg. Most nekem még a lámpa ez... Igen, figyeld a visszapillantót, mert jönni fog valaki, most, érted a strip? Bazd meg, valami 200-zal neki baszódott itt, azt a kurva életben. Oda ért már? Még nem, még nincs, még nincs. Lászolámpának.
Na most jön, most. Azt a kulő, szerinted? Próbáld meg behozni az árut. A gyerekek, én betolatok, megnézzük, hogy mennyi levonást kaptam most. Tök jól ideértem, hogyha nem löködne a nép így, akkor egész jó lenne. Na lássuk. És a single player, meg a multiplayer között hogy van az, hogyha játszol single-be, akkor ugyanúgy átmegy multiba is az a statjai? Persze, tehát ez gyakorlatilag ugyanaz a kamion, ugyanannyi pénzed van, minden ugyanaz, csak itt ugye nincs forgalom, hanem helyette csak élő emberek. Ugye a single-be olyan, hogy tudod, hogy vastagon teli van az autópálya autókkal, meg minden. Azt mondja, elkéstél, ő késés miatti büntetés 1 millió 4. Uha, és akkor most ez mit jelent? Hát 15 millió 9-ünk van. Jó, olyan volt, mint hogyha nem is vittem volna semmit. és megint visszabaszott Frankfurtba ilyenkor? Hogyan tudok akkor... Hogy tudok átszállítassam magam Salzburgba, Ausztriába? Hogy tudok átmenni a gyereket? Szerintem nézve, Balázs írt valamit az elején, láttam, hogy valami gyorsan missziót választottál, hogy mi a bánatot. De én vállalkozói fuvarokra nyomok most mindig, Balázs, az nem jó? Puszti, a Play-ten hol tudunk meg téged megte? A Play-ten. Figyelj, a Play-t, az nem tudom, voltál Play-ten? Hogy olyan laza 8 millió ember van 3 kilométeres hosszú gyalogúton, meg hangárokban, meg minden. Mi ott csöveltünk Nozsóékkal múltkor is kint, de oda is jöttek ki aláírásére srácok, ugye a nagy útbubulóknak ott volt a stand, meg a nem tudom, mi meg ott. A Hörből jött ki bagózni, az ott állt velünk szembe. Őt körül állt a csomó ember, tollakkal, meg papírokkal, meg vele szembe ott ültünk a fübe. Mert ugye mi így inkább így messzebb megyünk a tömegtől. De bosszik, majd megtaláljátok ilyen. Valamelyik ilyen csatorna fedél környékén. Hát láttuk, amikor a papi osztja az aláírásokat, tudod, ilyen 6 kilométeres sor előtte, annak így integetünk, az észrevett minket, tudod, a 160 centivel így fölállt így lábor, és küldte egy a puszikat, hogy integetett, érted, de alig látszott ki onnan az embertöveg. Nagyon rendes volt a papi srácok, mert mondta, hogy sorra került egy csaj, és a csaj, azt hiszem a csaj mondta a papinak, hogy basszus, már 2 éve itt álltam, de jó, két órája itt álltam, de jó, hogy aláírod. Na, azt mondja a papi, hogy akkor megnézte a sort, azt mondja, bazzek, és ezek is biztos annyi ideje itt állnak, azt mondja, nem hagyhatja, hogy izé, és mind a legutóbb, tehát egész addig ott volt a papi gyerekek, az utolsó embert is lenyomta, aláírta, az 5 perce volt, úgy jött hozzánk oda, kezdett fogni, hogy kiflilógott ki a szájból valami kaja, aztán futott fel a színpadra, a gyerekek, szakadt róla a víz. Hú, én remélem ezzel nem fog haragudni senki, de én ezt biztos, hogy nem bírnám. Tehát le a kalappal, hogy ott papi mit leművel mindig a Play-ten. Aztán a Szalai is itt láttuk, valami dobozokkal ott ment el, de mondom, oda sem merek menni, mert mondom, így is kergeti mindig 600 ember, most még mi is megállítjuk. Ő mondta, hogy menjünk oda, Facebookon írt, de nem akarom zavarni, mert tudom jó, hogy az is mi mehet keresztül ott. Nem tudom, mesélte, hogy nem tudott kimenni WC-re. 15 fős tömeg megy utána, hallom, mikor menni akar budira meg. Ajaj. Nem tud kajálni meg semmi. Kicsikét ez a perverzen hangzik, de... Ja. Mi? Hát 15 fő megy utána a WC-re. Hát... Komolyan, jaj, és még várják, még a szülők ugye mennek háborogva utána, írd ma alá a fiamnak, mert itt várunk mióta, az nem tud elmenni szarni, érted? Fú, gyerekek, ez durva azért. Hogy tudok én átkerülni most másik városba, hogy játékba is figyeljek egy kicsit, nem tudom. Kiválasztom Salzburgot, és Salzburgból Grazba, ha akarok vinni Szilvát, de most nekem akkor el kell mennem előbb Salzburgig a saját kamionommal? Ez most komoly? 504 kilométerre van. Kiránduljunk, gyerekek! Megyünk Salzburgba. Megyünk Salzburgba. Ennyi. Ez lesz a situation. Így is jobban megy a kamion, hogy nincs
nincs áru utána kötve. Kiviszi a 130-at is, hogy talán hamar odaérek. Ha nem, nem teszem tönkre, persze. Viszont nem sok üzemanyagom van. Milyen felhallgató van? Valami Trust GXT 300? Mit tudom én? Jó, a hangja jó. A pántja nem jó. De akartam kérdezni ma... tegnap is, hogy amikor itt estig vezettél, baszki, hogy a bántos kurva égben bírod ki, hogy hát érted? Ide jó, mert most gula a hajam van, érted? Van alatta egy csomó haj, tehát így nem gáz. És tényleg annyi hajam van alatta, hogy így cool. Amikor ott, mint a például a csincsízeles kép, na gyerekek, akkor félbe vágtam a fejemet, amikor semmi hajam nem volt. Nagyon jó a live. Akkor jó. Játszogatunk, beszélgetünk, de hogyha jó, akkor... Ó, zöld a lámpa. Add oda el, csávó. Ja, vagy azért rudász, mert... Néző vagy, magyar vagy. Volvo van itt alapban, azt vett a Patrik ennek a karakternek. Na, a Frankfurtot elhagytuk. A gyerekek akkor a Robiékig gyakorlatilag megsállunk. Nem tudom, Mark Trank az melyik részében van? Keleten, nyugaton, dél? Linz mellett. Linz előtt 20 km. Várjál, Linz ebben benne volt, ugye? Benne, ezt otthon megvetik. Akkor... gyerekek, akkor hajrá! Na, csak 490 km. Linzben, rendesen meg lenne Linz, és belenni oda kamionnal, szerintem sírra fakadná. Márhogy? Egyszer voltam ott a külkerületben, elég volt abból így a szecskával. Igen? Hát amikor a városon belül autópálya van. Szerintem. Városon belül autópálya. Fú, baszeg. Hali, van kedved cégbe jönni? Mi? Azt a live, de néha nyomja a kutumot. Mikor beszélt, hogy mi a szart nyomok? Mindjárt lenyomom a földszintig az egészet. A Forceim környékén jársz, ugorj be hozzám nyugodtan egy sör. Te ott vagy? Randy Marsh. Te is kim vagy az osztrákok? Lehet mondtad, ám ne arra, hogy már tényleg nem tudom megjegyezni, de ha igen, akkor cool. Az igen? Elállás előtt jó a live. De ennek ez a lényege. Night Drive, gyereke. Éjszakai vezetés csincsízellel. Én viszont itt lemegyek jobbra, mert tankolnom kellene. Hoppá. Kivittem a töltőkannákat, hogy izét mi a szar ez. Na hát ez a saját pénzből kell tankolnom. A gyerekek, össze kéne kapnom magam egy kicsit, hogy lóvé ügyben, nem? Ja, nem lenne egyszerűbb, hogyha valami rövidebb fúvarakat... Hát de el akarok menni oda hozzátok most, tehát bassza már meg. Mert a Patriktól, odaadom a Patriknak az akkot két napra. Keresd erre. Tessék, most tankoltam 379 ezer forint. De jó, de hogy megtankoltad? Mi az szóval hát 427 forint, 880 liter ment bele. Azt a bántos kurva. Ha jól láttam. Biztos, hogy annyi megy ezekbe, gyerekek? Nem elírás ez? Kicsit sok hallom. Annyi volt kérve? Nem 87? Nem lehet 808... Vagy most ér oda a stream nálad? Nem tudom, de sok megy bele, hanem nem 80 litereket. Az kevés, keves tellem, mert... Autóba, hát mekkora 45, aha. Neki. Hát de 800 liter. Elképzelhető? Honnan az Isten nyilábozhatnak ennyi benzin? Basszus, tényleg. Vagy ezért tök mindegy mi az, legyen az dízel vagy bármi. Gázolaj. Majd ahogy beérünk az osztrákokhoz, majd nézzed, hogy jó, majd még 400 km, hogy hasonlít a táj, hogy faszom tudja. Majd egy városhoz kicsit beljebb értünk. Elmentem a patkára és kitépte a kormányt a kezem.
Hát jó, gyerekek, aztán, hogyha ugye a Logitechnek itt a menüjében még a force feedback fő van húzva 100-ra, akkor nem fogadtad oda az asztalra meg valami botkezű vagy, akkor hozzi el, hogy letépi a kezed meg még az íróasztalról is leröpült. Kurva erős ez a dupla motor, ami benne van. Ennyire gonosz a kormány? Kurva jó. Hát mondom, Fatert ide ültettem, Assetto Corsába beraktam neki egy 500-as Fiatot, tudod, régen neki volt. Leült, ment itt egy órát, fölkelt, azt mondja, megint mentem Fiattal, azt mondja. 50 éve mentem vele utoljára, most megint mentem vele, azt mondja. Azt mondja, teljesen olyan volt, mint hogy azt mondja, még ugyanúgy érezte, hogy a motor, ahogy killódik, tehát ugyanúgy, mint ahogy annó ő ment vele. Elég szédült szegény kicsit így tőle, mert ugye hát, mivel csak egy monitor van, nem tud kinézni jobbra-balra, aztán ugye a Fater levezetett már egy fél évszázadot gyerekek, aztán ugye azután egy fura volt ez a tévés dolog, de vezetni jól ment vele, mint a golyó. De azt mondta, hogy le a kalappal, azt mondja, aki ezen elvezet, az mehet autóba. Hát ugye csak nyilván a látószögeket, meg ezeket ott azért át kell szokni, de azt mondja, egyébként minden stimmel. Direkt időtettem bátyám mondjuk beszólt, hogy a bátyám az ilyen izé, hogy arra kell csavarni, ez nem jó, mert ő meg úgy letépte az egész. Rángatott itt minden, mondom, basz meg, eltöröd a váltó. Bírja az, mondom, persze, csak a pénztárcát bírja, basz meg, letöröd nekem, rendelet hozzá a másikat. Jó, múltkoriban nézegettem még így kormányokat, vagy jobban nem kormányokat, rendesen játékokhoz, szimulátorokhoz, botkormányt, akkor rendesen ilyen repülőgépekhez, meg mit tudom, a Mad Cats-től. Hát gyerekek, az állát jobbat volna, hogy inkább nem nézem meg, mert... Mi van? Ők gyártanak kormányt? Mindent. Tehát mindenfajta tartozékot. Adja világ, hogy ott mi volt. Csak hát legyen bukszát hozzá. Persze, jaj. De én azt tudom mondani, hogy az egér, ami megvan, ez hányszor esik nekem egy pofára, mert én ugye az ágy előtt van. Bírja azért mi? Itt van egy asztal, és azon van rajta, hogy a monitor is engem az ölembe van, a billentyűzet meg az ágyon van az egér. És lényegében ez hányszor esik le mindent, szóval ezt egy nap minimum egyszerre esik, és most már megvan az, hogy nem másfél éve ez az egér, de jó, hát hozzá kell tenni, hogy 100 euró volt, amikor vettem, hogy 30 ezer forint gyerekek. De tényleg azt tudom mondani, hogy le a kalappal előtte. Annyira jó, hogy be lehet állítani a kezeteknek a méretére, akkor meg az, hogy tényleg mennyire strapabíró az OMS, mert nem. De ezen is csodálkoztam, de hát ez nem olyan, ez nem tudom mennyi, most nincs itt. Mi ez? Nincs itt van Genesse, de nem is látom az egeret se. Hogy ugye, ja, hogy így mutatta Genes, hogy így ugye csavarta, és akkor így jöttek ki ilyen, mint a spoiler, meg mit tudom én. Így ki lehet nyitni nagyobbra, meg nem tudom, de ez nem tudom mi ez az egér. Most nem is tudom, hova tűnt innen. Hogy kellene lennie pedig. És hogy neked ment. Ja, te voltál? No problem, mert igazából nem sérült a cucc. Legalábbis most nem jelzi, hogy sérült volna. Ja, mert véletlen gyors fuvar mentem. Most esetleg mit mondtok, Balázs, bocs. Azért gyanús volt, hogy mit keresek Scania-ba, baszki, mikor igazából Volvo-ja van ennek a karakternek, mert ez ilyen izémeló volt, hogy ugye a cég adta a kamiont is. Aha. Akkor jó, hát azt megtörtem, az szevasz. Ja, és akkor azért késtem el, baszki, Robi. Ugye mondták, hogy a gyors fuvarok bagosak, baszki. Jó, akkor semmi gond. Megijedtem, hogy ennyit késtem volna, de akkor nem, hanem ha ilyen gyors fuvart csinálsz, akkor mindenképp elkésel, mert az bagos az a rész multiba, hanem úgy kell már ide jönnöd multiba, hogy saját kamion, és akkor ugye ilyen rendes vállalkozói fuvar, és azok jók. Aha, akkor ez volt a gond, gyerekek, azért nem kaptam meg a fizetést azért a melóért. Robi, akkor mert kezd még... Ja, kérdezi a Joci. Hogy mi? Red 5, Red 9? A Joci kérdezi, hogy Robi, melyik Mad Cats? Red 5, Red 9? Várjál csak.
Nekem azt hiszem, hogy régebbi verzió van, mert azóta frissült. Én nekem azt hiszem, hogy ez egy 7-es van, de ugyanaz, mint a 9-es lényegében. De cáfolj rám, azt hiszem a legnagyobb volt akkoriban, amikor én vettem be. Azóta most, amikor utoljára néztem, egy kicsikével másabb lett, és a 9-es azt hiszem az volt a legnagyobb a listában, és az van, mint az enyémé. Ja. Halljátok a Robit rendesen amúgy? Vagy te visszahallgattad a streamet? Hallod magad? Nálam, mint hogyha most halkabb lennél, mint szoktál, nem tudom miért. Lehet, kicsit félrébb ültem. Ne, csak félek, hogy feszülök én is, mert közben meg akarnak enni a csontvázak. Ja, izébe, ha? Hát a fekszájában egy kín. Ugyanúgy a SciTech csinálja azokat a Franco repülős joystickot. Ja, igen, valakitől volt kölcsönbe olyan SciTech joystick. Na hát azzal lehetne jól sztormovikozni, csak most a sztormovikkal sem tudom mi van. De amit kaptam a nézőtől, az se rossz, hát ez ilyen no-name, de bőven jó repülős játékhoz, csak most ugye valami gáz van a sztormovikkal. Emlékszel arra, amikor még a régi Commodore-os botkormánnyal kivoltunk? Aha. Ja, azok a joystickok, ja. Most láttam a Commodore 15 rúgóira adja a Pali. Igen. Szerintem egy videóhoz veszek, ha azt ide ültetek elé valami fiatal, tudod. Aztán megmondom neki, hogy tölts be egy játékot. Elidőgelne előtt egy ideig, mire rájönne, hogy kell ott valamit is elindítani. Nem ég a lámpám. Na, de úgy adja a Pali, tudod, ez a zöld monitor hozzá, joystick, lemezolvasó, magnó, két joystickot ad hozzá, meg 170 darab lemez. Fasz meg, már eleve nosztalgiából megvenném, azt felállítanám itt a sarokba valahol. Full jó, le van sikálva, azt mondja, letakarította minden, gyerekek. 89 óta megy az a gép. Mint a golyó. A tápegysége abból vett másik. Hú, gondolom, a biztosíték szépen. Az antenna bedugó része az nyekkent mindig meg. Azt a nyálkapot én hányszor forrasztottam, te jó szagú, atya úristen. Milyen kormány az van? Szia! Handle? Vagy Nandle? Nem tudom, H betű vagy enne, mert szar a laptopon a kép. Logitech G27. Hey. Most aki így most megkívánta a kormányzás dolgot, gyerekek, hogyha a G25-höz jussz csak hozzá, az még olcsóbb, azt már használta, lehet, hogy már ilyen 40-én is kapsz, de ott is ugyanezt kapod igazából. Lehet, hogy a váltója előbb tönkre megy, de az is attól függ, hogy mikori. Tehát nem muszáj, a G25-tel is ugyanezt az élményt kapod, mint ezzel. Igazából. Load dollárjel vesző 8, vesző 1. Na, oké, látom, van itt valaki idősebb. Azaz. Ezt beírtad, hogy list. És akkor kidobta, mik vannak a floppin. Vagy pedig, ugye már menőbb voltál, akkor volt ilyen gyors töltő progid. Okay. Betöltötted, és ott lehetett, ott az előbb betöltötted. Vagy pedig, hogyha nagyon igen. Kemény volt, akkor volt cartridge-re, de ilyen tökölézei. Ja. De az már nagyon keménynek kellett lenne, gyerek. A haverénynek úgy volt, baszki, az ott jó volt. Benyomtuk, megnyomtad a gombot, át ugye bejött a menü, és akkor már lehetett tolni neki az állás. Ez annyi egyszerűség. Meg a Böhm Zsoltinak volt itt rendeken, gyerekek, olyan... Az fekete volt az a Commodore, azt hiszem fehér gombokkal. És olyan kis tároló doboz volt a floppikhoz, ami kulcsos, tudod? Ja, ilyen kincses láda. Gyerekek, iszonyat cool. Nagyon kemény volt. Mindig így becsukta, amikor végeztünk a játék, és így elrakta a kulcsot. Én nekem az ősember olimpia, azt tetszett legjobban. Az kemény volt, az azt mondja, hogy megfogta a haján, a fog volt, meg ott tekert el, hogy join in, egy hülye gyerek, és annyi volt a lényeg, hogy ez egy asszát, hogy az azt mondja, hogy így elkezdi így egyre jobban kalapácshajításba, ugye, főpörgenni. Hogyha elcsöszted, akkor mindig akkor az asszonynak a valaga leért a padlóra, aztán ez egy volt ilyen fékezés hang. Az olyan kemény volt. Fékezés hang az hallani, hát téged elvileg jó hallani. Ja, gyerekek, hát ez ilyen, volt egy kis joystick killer játék. Na, aki még mindig szereti ezt a hangulatot, meg akar ilyeneket nyúzni, ugye minden évben van itt az Árokpart, gondolom most nyáron is lesz majd, ez jól tudom, még messzi van. Hanyas verziója az LTS 2? Legújabb, amit a Steam leszed, nem tudom. Gondolom mindig patcheli magát.
nem törbe vagyok, ha arra gondolt. Na, hát itt gyerekek, itt tudsz nesen nyomulni, PS1-eket szoktak kihozni, igaz, az már ahhoz nincs köze, de attól függetlenül kihozzák. Super Nintendo-k vannak, Commodore-ok, Amiga-k vannak, kivetítőn is tudsz tolni, mindig verseny is van, ez 3 napos ez a dolog. Meg, ja, gyerekek ülnek ott a 40 éves kockák, sütik a virslit, ez közben Commodore-os zene döng ilyen kurva nagy hangfalakban. Nagyon beteg, de kurva jó. Tehát az már eleve egy élmény odabb. De aztán gyerekek nyomtatnak vele, fölmennek vele az internetre a Commodore 64-re, ugye írnak ilyen böngésző progit. Tudod, bejön rajt még a chat.hu is, de úgy, hogy ilyen Commodore-os grafikával. Egy csomó weboldal bejön, nyomtatnak vele, mit tudom én, CNC gépet, Commodore adott vezérlít meg, faszom. Ezek ilyen elmeháborodottak, de iszonyat jó. Hát ja, végül is ebből látszik, hogy programozás kérdése. Most olvastam egy cikket, hogy a Dishonored 2 egy 1070-es GTX-en, de mi nekem van, szóval gyerekek 500 eurós videókártyáról beszélünk, és minimum grafikán fut el. Igen, sajnos azt tudni kell, srácok, hogy itt napjainkban ugye megy a teljesítmény, videókártya, hajházat, stb. Biztos olvastátok, hogy ugye a hangya az a méretéhez képest 100-szor erősebb, mint egy ember, valahogy így van. Tehát, hogyha akkora lenne, mint mi, akkor 100-szor erősebb lenne, mint mi, ha jól tudom. Na most a Commodore 64-jel az a helyzet, hogy ő a saját erejéhez képest, ha érted, miről beszélek, nem is tudom, hány 100-szor erősebb lenne, mint a mostani izék. Ugye 64 kilobájt RAM-mal csinált olyan dolgokat, ami bazd meg még a... Hát volt olyan játék, gyerekek, komolyan a cukrosiknak 486 volt a szomszédban, de azok átjöttek ide komodorozni, mert azon szar se volt. A Commodore-on meg a legjobb cuccok voltak, és kurva jól meg voltak csinálva. De vonatkozik ez az Amigára, amin már akkor videót néztem, basszus, amikor még el nem tudta képzelni semmilyen ember, hogy számítógépen te videót nézel. Tehát az Amigák azok meg brutálisan jók voltak már. Hát igen, meg lettek csinálva ugye ezek programok rendesen. Sőt, az Amigában tudod, mi tetszett? Volt az asztalon egy olyan ikon, hogy RAM disk. Egy mappa. Kinyitottad, gyakorlatilag az a mappa, az a RAM-ba volt az a mappa. Tehát, hogy te fogtad a te kedvenc játékodat vagy programodat, oda behúztad, abba a mappába, nyomtál rá egy dupla klikket, és tik, így be volt töltve, érted, mert beraktad a memóriába előre. De az olyan, hogy ugye tudod, újraindításkor az mindig törlődött, de ideiglenesen, ami neked kellett tudsz, bepakoltad ebbe a RAM diskbe, és a onnan egyből bejött, mint a golyó. Kurva jó cuccok voltak hozzá. Mindig oda előre baraktam azt a napi egy-két játékot, amivel akartunk játszani, és csak ezt tik így bejött. Meg ugye az Amigának már jóval a Windows előtt volt ilyen grafikus kezelőfelület. Tehát ablakok, kuka, lomtár, fiókok, rajzoló program volt alapban, óra, naptár. Cseszett jó volt. Jó gyerekek, ez végül is... Mindig számítógép úgy kezdődött, hogy katonai használatra is volt, szóval amikor fölküldték az embert a Holdra, akkor is ilyen gépek voltak, szóval... Így van, tehát azért meg lett azt csinálva úgy, hogy kell. Javarészt programozás kérdése, csak hát ugye manapság, hogy elérjünk például egy ilyen nagyon állag grafikát, ahhoz több száz ember kell, és már eleve egy engine-re csinálják, csak azért, hogy azzal is megspórolják azt az időt, így mert különben lehet, hogy 10 évig ott ülnének. Így van, persze, tehát ezért jó, hogy vannak engine-ök előre, fizika modellek, ugye a Havok, meg a nem tudom micsoda, meg a GTA, amit használt, a Natural Motion. Közben itt nem vagyok Salzburgba, nem tudom, hogy esetleg ismerősel. Figyelj, ott elnök, hogy ateszkamagár.com. Itt vettem mellettem. De ő arra megy tovább. A gyerekek, itt vagyunk, és még csak most fogom felvenni az árut. Na, ennyi idő volt átérni Salzburgba, hallod? Honnan jött? Frankfurtból jöttem. Jó, nyilván nem addig tart, mint a valóság, de basz, rohadt hosszú volt így is. Most értem be. Basic, igen. Abban még úgy még én is tudtam ilyen gyengé programokat írogatni Basic-be, hogy
írtál neki, aztán visszapofázott, meg mit tudom én. Hú, abban volt egy játék, egy ilyen szerepjáték. Annak mi a Sacramentum volt a neve? Hú, baszki. Gája! Az Commodore volt, igen. Ja. A Gája. Nem is tudom, milyen Péter csinálta azt. Hát gyerek, de abban azok a képek, meg azok a dumák. Valami izé joghurtot adtál a trolloknak, és akkor nem tudom. Még volt egy Commodore-os könyv, amiben még le volt írva a végigjátszás a Gájához, tudod, hogy... És hogyha beírtál csúnya szavakat, akkor visszadumált. Ja, az egy ilyen szöveges kalandjáték volt, mondom azoknak, esetleg nem vágják itt fiatalabbak, ugye bal felső sarokban láttad, hol állsz, ott volt előtted egy erdő vagy valami, leírta a szöveg, hogy éppen mit látsz, és akkor meg kell adni a parancsot, hogy jobbra megyek, felszedem a cuccot, mit tudom én. Na hát ugye bátyám, meg lényegében én is úgy tanultam meg angolul gyerekek, hogy csomó ilyen kalandjáték angol volt, aztán nem volt internet, meg izé, bizony ott muszáj volt valahogy elboldogulni. Meg német kalandjáték volt, még ilyesmi. Igen, akkoriban az ember elővette a szótát és... Jobb esetben, ja. Kecskesajtot viszek Grácsba, Salzburgból gyerekek. Igazából ez lesz itt a situation, és megint itt vannak sokan. Emlékszek annak idején, amikor én úgy megtanultam németül, akkor kezdtünk el, akkor kezdtem el dolgozni, azt megvettem az első gépemet. Emlékszek egy normális gépet, ugye tudjátok szó, nem valami összeerkozázott is ennél az dolog. Ez egy 4000 és... Nem az egy hetes? Lehetség. Tudod, mert azt utána mi kaptuk meg, az még nem is tudom, az lehet még meg is van valahol, baszki. Az egy hetes Celeron. Na, még szatyorba hoztuk el, tudod, mikor, mert hát még a PS2 emulátort is azon próbáltad meghajtani? Azt hiszem, és akkor lett az, hogy így, hogy a vízütéses, tízüteres panna ott a helyzői mellett a nem is tudom, P2-t, ugye nem, P3-ot izéltem be, hanem P3-on sokat veszi, azt hiszem. De ez azt mondom, hogy volt, hogy tudja dolgozni. Ki lehetne abból a végből tudunk hozni eléggé extrém dolgokat. Persze. Stringa. Miért nem megy a kamionom, vazeg? Kurva lassan engedem fel a kuplungot, na. Tanács Dani, Hungaronév, ó gyerekek, itt vagyunk, a tegnapi banda lényegében egy az egybe itt van. És ők is a kecskesajtot viszik? Hova megyünk? Már most elfelejtettem. Mindegy. Osztrákia egyik feléből a másik felébe. De basszus, most mi van? Nem is néztem, hogy van-e Linci cucc. Linci város, vagy valami. Azt hittem már réd van gyerekek, annyira nyomjátok ezt az izét, az új funkcióját a Nightbotnak. Átmentünk a kanálison. Gyerekek, hova szerintem megyünk? Én meg most fogok sikítani. Na már? Grácsba megyünk. Köcsök Pát of Exile-ba a rohadt Vardent hittem megnyúzni, főleg ilyen falhugyozó formámmal. Pát of Exile azon? Ja, néha napján beülök egy kicsikét, amikor úgy van erőm hozzá. Szia Ray! Hát te meg itt vagy a cseten? Miért nem jöttél be izéra? TS-re. Nem jöttél Reign of Kings-be, basszus! Szegény Kriszt megkötözték a külföldi. Utána megkötözte őket. Azt kérdezi a Randy Marsh, mit melózol. Ja, ő is osztrákoknál van. Én? Egy begyűzembe vagyok, hát targoncás is, meg én mérem ki a cuccot. Meg amúgy még alattam dolgozik, csak azt nem szokta híreszteni, de keményen megdolgozik rajtam sokszor. Hát ne azt olvasd, Móni, nézd a csetetet, hadd játszanak vele. Családias live van, lehet szórakozni a Nightbottal.
Minden. Csak én mondd be helyett, így a szemem sarkában mindig azt látom, hogy kap be. Balázs csinálj egy parancsot, hogy felkiáltóják, kap be, és arra meg írja ki azt a Nightbot, hogy oké, bekapom. A németeknél vagy? Bocsánat. Basszus. 104-jel megyek és 80 a megengedett. Te is sajtot viszel, Dani? Szelőttem lévő kamionosat szólok. Kurva jó az a játék. Ezt nem bántam meg, hogy megtanultam úgymond játszani ezt a cuccot, mert ez ilyen dumálós üzékhoz rohadt jó. Nincs robbanás, meg izé. Tudom, jó, hát itt is főbullok, meg ilyenek előfordulnak, de amúgy jó. Ha meg felhívja a Patrikánnal, feltölti neki az akantot, így a pán, nem, ez egy, ugye annó még kimásolta a profil mappából, ez egy olyan profil, hogy 10 millió forint, meg egy darab kamion. Tehát, hogy lehessen vele multizni. De átírhatom a nevét, elküldhetem ezt a profit 20 embernek, mindenki tudja használni. Csak ugye most 15 millió van, mert ugye felmentünk 20 millióig, csak igen, ez tegnap volt, hogy ugye felborultunk gyerekek, aztán a Volvónak a javítására elment 5 millió. De hát jó van, ez figyelj, lehet ebből 150 live is, gyerekek még. Úgyhogy előbb-utóbb csak elérek már valami olyan összeget, hogy akár még egy másik kamiont is vehessek, vagy valami. Krisztián, dobál a Steam kulcsot, úgy tartja kedved. Na igen, szóval visszatérve arra, hogy azt mondod, hogy nem azt mondtam, hogy alszok. Hát te. De megváltoztathatom a gondolataimat, vagy a... Na érted. Aztán úgy volt kedvem, hogy mégiscsak tolok nektek egy ilyen kis live-ocskát. De gondolom nem bánjátok. Már utána alszok. Most már ennyi live-ot lenyomtam, most már ettől nem halok meg. Talán. Meg ez kellemes. Ez jó. Hogyha hosszú, egyenes út van, tudom nézni a csetet. Kalojan Todorov. Micsoda neved van, berakott egy kulcsot, gyerekek. És most lehet javarész kulcsokhoz jutni. Jó, tudom, hogy most is basszus 135-en vagyunk. És pedig 11:30 van már. Lesz-e The Crew? Ja, igen, az már valami egész Amerikában. Az jó volt. Ja, szerintem visszarad. De az hol volt? Mi van az? Originál van? Mi az? Az nem, Uplay, mert az Ubisoftos. A Crew. Az azt hiszem Ubisoftos a Crew. Az meg Uplay, igaz? Ja, a gyerekek, szerintem lesz, de tudjátok, én nem csinálom abba a sztorit, meg ilyen, nincs nekem kedve. Van egy alap, van Mustang, vagy mi van abba, és akkor azt csináltuk, hogy elmentünk Miami Beach, meg Grand Canyon, és akkor most el akartunk menni arra körbe fönn a Patrikékkel, majd visszatelepítem, hogyha megvan a ment, és akkor ugyanonnan folytatjuk, anyan abba raktuk. Abba hagytuk, csak ott is volt keveredés, hogy most nem látott a Patrik, meg most be kell venni csapatba, hogy izé... De ezt így is csomóan oda jöttek, akikkel találkoztunk útközben. Utcának sose szabad hinni. Ez egy bölcs mondat, Geri. Nem azért, mert hazudik, hanem sűrű meggondolja magát. Borkozott. Shelter 2-t nem folytat. Folytatok én mindent, srácok. Elkezdtünk 561 játékot, csak kérdés, hogy melyiket mikor folytatjuk. Múltkor, ezt pont tegnap beszéltük ugyanígy az esti live-ban, hogy Van olyan játék, most például itt van az Alien vs. Predator, az előző epizód 3 hónappal ezelőtt volt. És felraktam, ugyanúgy folytatjuk, mintha mi se... Úgy jövünk ki, mint a Papa templomból, mintha mi se történt volna. Lucy-nak kellene venni egy ilyen ezért hotterrás Winchester-t, hogy mindegyik elférjen rajta. Nem tudod, mi kéne nekem? Tudod, mit láttam a PewDiePie egyik videójában, ami szerintem a leghasznosabb, és nekem nincs? Na. Van neki egy kurva nagy fehér táblája, Filctól, tudod, ilyen letörölhető, és tudod, ott összeírja meg izé mindig, tudod, ami eszébe ott letörli, fölírja, hogy mit kedden ez, hétfőn ez, blablabla. Bla, bla. Az kurva jó. Nojo-nál meg úgy olyan van, hogy ott a számítógép és egy ilyen, OSB lapszerű, vagy mit tudom, amire lehet tűzni papírokat. Olyan van neki kitűzve rengeteg, mikor melyik számot akarja megtanulni gitáron, mit akar streamelni, hát ugye most már, hogy lesz számítógépe, meg tökömtő. Tehát valami egy ilyen tábla kéne nekem ide oldalra, felírva, mert tudom, hogy lehet a gépbe TXT-fájt, gyerekek, de már őszinte legyek, annyira szar, hogy
ha meg akarok gitáron is nézni valamit, akkor előkotorjam valamelyik mappából, hogy most hol vannak a gitártabok leírva. Á, kell egy füzet, és akkor abba izé, mert néha már heróton van, hogy azt meg se találod, meg... Gusti, nem jó. Igen? Kicsi, a vapor kérdezi, hogy ilyen flawless beszélt veled, nézze, hulló ügyben. Engem nem keresett senki, mert tudod, most hétvégén nem tudtam semmit se. Folyamatosan live volt, aztán aludtam 6 órát összesen a hétvégén, nem beszéltem még senki ilyen ügyekben. Jó. Most már, hát, na gyerekek, épp nem azért mondtam jövő hétre, hogy most jövő héten nem lesz live, hanem csak egy, tehát napi egy live lesz max, mert pontosan ilyen ügyeket kéne intézni, levelekre válaszolni, TSN tárgyalni, ugye kell csinálnom meghívót Playtre, a Q&A videót meg kell csinálni, az OCTV-vel levelezek közben bögretáskapóló, nem tudom mi ügybe, azokkal is kéne beszélni, tehát most kicsit ezeket el kellene intéznem, és akkor csak utána megyünk tovább ezekkel a nagy live-okkal, mert a lejátszási listákhoz hozzá kéne adni az új videókat, mert még 2 hét, és már megint úgy el leszünk havazva, Genesz Mutko valami 700 videót adott hozzá a gyerekek, úgyhogy egyesével kibogarázta, hogy Arkot az Arkos lejátszási listába, a VP-t a izébe, a zenéinket külön, hogy ez egyszerűen annyi idő, meg föl kéne venni ide még egy 5 fős bandát, baszti, meg titkárnő. Főleg titkárnő. Hát, egyszerűen... Rögtök, hogy sem, de pont a Linus Tech Tips-nél, na tényleg, nálam mi a helyzet ilyen téren? Hát gondolod, hogy 1 millión túl vannak ők, és ugye a Linusnak saját bolt, meg ilyesmi van már, de hozzá kell tenni azt, hogy amikor ő elértem a úgymond a 10 000 feliratkozót, már akkor annyi pénz összejött neki, hogy egy lényegében már munkaként tudta csinálni, és most már külön 5-6 embere van. Olyan szervere van neki, gyerekek, hogy szerintem pár ember így elbújhat, ami csak azzal foglalkozik neki a szerver lényegében, hogy ő megcsinálja a videót, ráküldi a szerverre, a szerver abban a szent pillanatban, hogy rajta van, elkezdi átkonvertálni, hogy ja, milyen könnyebb formátumban legyen nekik a, éppen a Sony Vegas, ja, a tökön tudja mi ez, és akkor úgy. Az igen. És oda is mit tudom én, hogy milyen netet rakott, szóval nem egy ilyen gigabites internet kapcsolat van, vagy hálózati kapcsolat, mondja a szerver és ugye a gépek között, hanem valami 10 gigabit per szekundumos, vagy valami ilyesmi, és egyszerűen hihetetlen. Na, szóval, ez csúnya, gyerekek. Szóval ő, hogy mindent meg tudjanak menteni, meg minden így be legyen katalogizálva, 6-7 ember van, aki olyan megszerint. Hát, ezen nem csodálkozok, igen. Az, igen. Steve Woman kérdezte, hogy mi csincs ízel eredete, meg honnan jött te, Steve? Pontosan egy crew live-ba volt. Ki volt az az állat? Nézzünk, aki ezt beírt, nem tudom már. De valahonnan onnan, igen. A Vin Dieselből eredt. Igen, és ugye a Bartos Möster szokta mondani, hogy csi, de jó, meg ízé, és akkor beírták, hogy csincsízel, meg itt. Aztán megcsináltuk ezt a fotót, és akkor onnan jött lényegében, csak most már úgymond nem aktuális, mert nem jó a haj hozzá, majd nyáron. Meg ugye a Kapuszti egyszer ing, vagy ingetrikó. Ja, azért írták, igen, emlékszem. Az asszonyverő. Na akkor pont este mászkáltunk ott, akkor hagytuk el a Los Angelesbe értünk oda, és ott valami sötét erdős helyen mentünk a crewba. És akkor írta valaki, még arra is emlékszem. Na már tényleg ennyi live-ból a tök tudja pontosan. Logitech G27, igen. Ez azért jó, gyerekek, mert bármelyik rallis, meg autós, meg nem tudom milyen játékban bemész a menübe, ott vagy G27. Minden játék tudja, mi ez, kezeli, nem kell, még a Csabi havernak volt valami régebbi kormánya, tudod Robin, azt ahhoz drivert szerezni, te jó Isten, meg amiket tudod, nem akarta bevenni a féket, meg a kuplungot a játék, meg, azért jó ez, mert full támogatottságot élvezés, és gyakorlatilag kész, nem sok dolgod van bele, azon kívül, hogy bedugod. Aztán, hogy te most 900 fokra állítod, meg beállítod pöcsrezgető üzemmódba, meg mire, az már megint más, de viszik
az összes jár, még a My Summer Car-ba is alapból az izé van benne, a G27-et viszi meg, nem tudom én. Ez a Truckers MP multiplayer kliens, igen. Csak leszeded, ott náluk beregisztrálsz a weboldalon, rohadt egyszerű, küldenek egy e-mailt, és gyakorlatilag elindítod az ikont, és megy. Lehet, hogy még, most nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy gyári Euro Truck se kell hozzá, de ezt nem tudom. Nyáron kopaszon asszonyverőbe. Hát igen, de most a téli hónapokra azért. Gyerekek, itt is vagyunk Grazba, úgy tűnik. És elvileg fogok kapni 2 millát, hogyha nem töröm össze magamat az utolsó 10 méteren, illetve pontosabban az árut nem töröm össze, Szilvát viszek. Talán nem sérülékeny a Szilva, ne? Kivéve, hogyha Szilviákat viszek. Átul. De talán nem. G27 mennyibe kerül? Használtan ön 50-től fölfele már találsz. De egészen megy 120-ig. Ami már eleve úgy van, hogy hegesztett hozzá csávó széket, meg minden, és akkor ott van helye a váltónak, meg a pedálnak, meg. De magát a kormányt megtalálod. Olyanokat láttam, amiről mit kicsit le volt jőve a bőr a kormány részéről, és akkor azt 55-ért adta például. Akkor láttam olyat, amihez nem volt váltó, mert elromlott neki, de az meg például 40 volt, tehát most ahhoz rendelsz, nem is tudom a váltó külön mennyi, nem drága, ezt megrendeld, és akkor meg vagy, nézzél körül, mert most mondanám, hogy vegyél újonnan, ha nagyon mániás vagy, de igazából ezeket nem is nagyon lehet tönkretenni. Ha csak nem rángatod a váltót 8 órán keresztül direkt, mint egy őrült, de még lehet, hogy akkor sem menne tönkre. Összetörik, max lesz, pál lesz belőle. Há, Ray, te vidáman látod az életet, Ray. Ez jó, de legyen már zöld a lámpa, mert... Még a végén tényleg elkések. De amúgy mik ezek a villogások állandóan? Hol? De most is elment, ja, ezért villogó van a másik terautón. Tibor Tosin? Aki itt megy a néző előtt? Most ment el valaki, így a streambe mehetett, ahogy pont ez is most kell, hogy idejön. A tököm tudja. Nem figyeltem még. Na hát gyerekek, megjöttünk, nem tudom milyen cég, ez itt Grazba. Kérdés, hogy most tolatni kell-e, vagy elég, ha csak orral beállok, rohadtul örülnék neki, ha tolatni kell. Hát, hogyha rámpa van, akkor valószínűleg tolatnod kell. Az meg, picsába. De ezt viszont jól kitalálták, hogy itt a lerakodó helyeken nincsen ütközés, hanem át lehet menni egymásra, csak ugye persze sokan vagyunk. De gyerekek, akkor lássuk. Lássuk Csincsizzel bácsit, ahogy elbassza a betolatás. De ahogy észrevettem, nem is kell olyan pontosan beállni, mert én hiszem azt mindig, hogy pontosan be kell állni, holott már lehet, hogy ezt is elfogadja, de ezt nem fogadta el, kicsit kilóftam. És igazából a pontosnak kell úgy állni, hogy a rámpán ne kérjen. Igen, azt észrevettem, hogy az első része az tök mindegy, hogy hogyan áll majd, hogy nem. Na az a gáz, hogy a rükvercet, amikor rakod, benyomtam egy másik gombot, azt nagyon le kell nyomni a váltót, hogy bevegye. Nézd meg, így is elfogadta, pedig nem is teljesen jó helyen. Cool. Azt mondja, kiváló. Alapdíj 1.500.000, gyakorlottsági bónusz 140. Gyerekek, 1.712.000-et kaptam végre, és adhatok egy skill pointot az értékes rakományra, mondjuk. Veszek egy ilyen. Veszek itt az anyagot, jönnek, de... hogy hívják, veszélyes anyagot, ugye, na most lehet pont ott tart a stream, ki tudod válaszolni, hogy mit fel... Tehát, hogyha rágyúrsz arra, hogy veszélyes anyag, akkor több olyan meló lesz, gondolom, nagyobb pénzekért. A Patrik ezt az izét az értékesre kezdte el húzni. Most arra adtam én is egy pontot. Aztán majd mindjárt megnézzük, mit lehet szá. Az a magas nyomású tartály, amit múltkor vittem, az lett volna jó, ha nem cseszem el, mert az is 2 milliót adott. Milyen szép kamionja van itt valakinek, gyerekek! Föl van neki rakva az a kiek, hogy passzus, és még ilyen lány van az oldalán, vagy nem. Na, az rohadt jól néz ki. Látom, szép. Jó. Szerintem mennyi az idő?
Gyerekek, egy fuvart még nézzünk, nem? Még van skillpoint? Ó, majd elrakom. Ja, átmenjünk magyarba, vagy mi a csöcsle? Ó, most itt megint nincs meló. Uh-huh. Ja, ez meg bugol, ez a szar így múltba. Hát akkor F7 enter. Itt 17 millánk van. Jó lenne visszafelvinni 20-ig legalább ebbe a live-ba. Volt már az útmenet, lefulladtam jogosítvány nélkül, és bármelyik pillanatban jöhetett volna egy rendőr, én meg csak idegeskedtem egyedül, hogy mit csináljak, lefulladt motor. Ja, a Gab meg ez a srác beszélget már egy ideje. Ja, itt vagyok Grázban most még így. Ne gyors fuvart, te állat. Vállalkozói fuvart. Tehát, hogyha lefulladtál, akkor úgy csináltad volna, mint itt valamelyik állat. Motkor megyek ki. Mit látok? Benne, mezőnőn be van tóva az Audi-a, a picsába így van, legy az út, és akkor így be van tóva a faszba a mezőre. Elrakta addig, amíg visszamegy érte? Én nem tudom, mi történt ott, de be van tóva, hát már azért gondolom, lehet úgy volt, mint bátyám, mikor ment Urkutra motorra, ledobta a láncot a komár, vagy Simpson, mm-hmm. nem tudom mivel, bevágta a bokorba, elgyalogolt csingerbe egy másik láncért, visszagyalogolt oda, ahol a motor volt, fölrakta, azt ment tovább. Addig meg bekúrta a bokorba. Lehet az autó is azért volt oda betolva, nem? Mert később mentek érte vissza, vagy valami. Hát 2-3 napot ott volt, úgyhogy... Bocs Peti, ha nem jól mondtam, de valahogy így volt, azt hiszem. Lehet, hogy a Gab jobban. Na. Rácot elhagyjuk, felveszük az árut. És akkor elvileg ezért kapnék gyerekek annyit, hogy majd, hogy nem meg lenne a 20 milla. Szia Roland, ciao. Pont most jöttél Roland, az előbb mondtam, hogy live-okból kicsit vissza kell vennünk, mert rengeteg elintézetlen ügy van, ilyen videós ügy, amit meg kellene csinálni. Becsületbeli ügye. De lesz, látta, függetlenül fogunk live-olni. Dirt-öt akarok, Starcraft-ot akarok, meg az Ashes of Singularity-re rá kell nézni. Leszettem egy új ingyenes stratégiait, ami nem a 0AD, hanem ez a Rise and Fall, nem tudom micsoda, ami lóvés volt, csak aztán megszűnt, vagy mi, és akkor feltették ingyen, hogy megmaradjon, ha jól tudom a sztorit. Azt sem néztem még meg, az is egy ingyenes RTS játék. Úgyhogy rengeteg mindenbe bele kellene nézni majd. Srácok! Új traktorokat viszek. Hová? Grácból Brnóba. Az mi az? Ja, csehekhez. És mi rendesen itt rajt van a traktor a cuccon? Óha, be kell mennem oda. Sziasztok, holnap lesz My Summer Car. Ne, most egy kicsit azzal is, gyerekek, annyi volt, és mindegyik ilyen két és fél órás, már azt hittük a Gabba, hogy új gerincet kell cserélni, mire nagyon nehezen férünk ám, mert úgy kette, hogy benne legyünk a kamerában, ez elég fárasztó az a dolog, de lesz még majd, mert még lesz. És ez olyan szar helyen van, hogy tolatnom kell ki megint. Az meg, ezek úgy jönnek be ide a lerakodó helyre, 300-al jön be a gyerek a kapunkba, az ki, és befékez. Jála. Oké. Okay. Nem fél attól, hogy ez. Hát jó, itt benne ugye nincs ütközés, de az áru, ha neki megy annak a melónak, amit épp fel akar venni, árut, azt megsértheti. Még azelőtt is megsértheti, mielőtt fölvenni. Ha innen kitolatni, Gab, ezt nézd. Már rászkódik a fülke. Biztos, mert neki ér a... Aha. Hát ez így nem jó, baszki. Mindjárt fölnyílik a tetejennek a szal. Ha így meg tudok vele fordulni, inkább akkor teszek egy félkör. Aha. Megoldottam. Jó, akkor go. Mennyien vannak itt? Nézd, Dani, Szabi. Mennyien vagytok, srácok? Ott is gamageres valaki, az csak magyar lehet. Hogy rászkódik a kamion, mert szerintem neki ért ott annak a tetőnek, tudod? Mm. Igazából már ott volt a hitbox. De nem kaptam érte sérülés szerencs. De olyan, mint hogyha föl akart volna, tudod, előre akart volna nyílani a fülke. Kurva ijesztő volt, de szerencsére nem basztam szét. Jó. Komoly mindenki, hogy viszik ott ezeket markológépeket. Kurva. De várjál, mutatom kívülről, mert mindjárt odaér a stream. Ezt figyeld.
két új, ilyen szürke színű traktort viszek a csehekhez. De kurva jó. Most énekelj nekem egy altató dolog. Go to sleep, go to sleep. Close your big bloodshot eyes. Csak ezt nem kell. De ez a Tomi is érve szokszom mindig ezt tudod. Mikor, melyik az, mikor mondja neki a kutya, hogy kusba legyen, mert szétveri. Tudod, és a Jerry meg mindig zajt akar csinálni. Ja, igen, igen. És ott is, hogy föl kell a kutya, akkor mindig így megpróbálta a Tomi így elaltatni ezzel a vizével. De a Tomi és Jerryből akkor is az a legjobb gyerekek, mikor a Tom nagybőgővel ott van a csajmacskának az erkély előtt, és akkor nyomja neki, hogy is you is, or is you ain't my baby, és akkor dun-dun-dun-dun, a tója. Gyerekek, hát az kibaszott nagy. Azt meg tudom nézni 6000-szer egymás után. Ez 40-es évekbeli rajzfilm, te jó Isten. Mindjárt 100 évesek lesznek, baszki. Hát vannak fent. Mi? Ja már, hogy ezen a szerverem, vagy nem úgy érte? A gyerekek, ez pupon van, de az durva, hogy mész az uton, és itt jönnek szembe, dudálnak, csomó magyar van. Iszonyat jó ez. Nagyon hangulatos. Oh fuck. Nézem a chatet, ezt nekem még a szalakkor lehetnek majd. Azt hasonlítasz az egyik bátyának. Bazd meg, de... ez olyan hülye! Guszti, hasonlítasz az egyik bátyának. Most lebuktál busz, nem is hogy jelent testvére neki. Ja, Logitech G25-ről mi a videó? Elmondtam már, gyerekek, kb. Majdnem ugyanaz, mint ez. Ezt nem próbáltam, de hát ugye mielőtt kormányt vettem, rengeteg mindent elolvastam a dologgal kapcsolatban. Azzal is tudsz, sőt olyan játék, ahol G27-et választasz ki a menübe, ugyanúgy menni fog azzal is. Tehát attól, hogy nincs kiírva, hogy izé. G25 az kb. Ugyanaz teljesen, mint ez. Apróbb mechanikai izék vannak, de még a gombkiosztás is ugyanaz, meg a kormány is ugyanaz néz ki. Az is dupla motoros, azt hiszem. Tehát rendesen, hogyha a járműved jobb eleje leér az útról, vagy valami, akkor így érzed jobbról az ütést. Meg a, tehát akkor csak a jobb oldali motor megy. Nagyon, nagyon cool. Mert kormányvásárlás előtt vagy, Krisz? De azok a Thrustmasterek jók, meg a Momo jó, meg a... Meg ezek. Mert például a Thrustmasterek, ugye azok is be vannak azért építve játékokba mindig. Összerakom végre a gépen, fogok veletek én is játszani, ha lesznek még olyan live. Hát elég sokféle live van. Játszunk kurva régi játékkal, játszunk újjal is. Stratégia is van, autó van, FPS van. De beszélgetős műsor van, fityma csattogás. Hogy beírjátok, hogy mit tudom én, beírjátok a buszinak azt, hogy ezzel szeretnétek játszani, és tényleg egy időpontra, hogy megy beszélni. Előre. És akkor mindenki tud rákészülni, fel tudja telepíteni. Úgyhogy nem úgy, mint múltkor a Starcraftnál, hogy mindenki mondja a buszinak, hogy menni akarok, és akkor fél óra. Igen, de tehát tudom én mit mondom, Robi, nem akarok úgy elindítani, hogy nem jön senki, azt azért indítottam el, mert ugye az előző live végén mondták, hogy na akkor izé. Tehát ha csak egy ember jött volna, az már elég, mert egy V1-et tudok tolni, de hát aztán végül jöttek Robiék. Még az jó volt, az kurva jó volt ott, amikor először lezúztuk ugye őket, aztán jött két olyan gyerek, aki tudott is Starcraftozni, az elgatyázott utána minket. Ja ne, az volt jó meccs, mikor elfogyott a kristály, nem volt már semmink, és már a Robinak csak egy izéje maradt, mivel volt, hát a Protosszal azt egy olyan izéd maradt, a Tempest. Ugye, ami ilyen nagy hatótávú, ilyen energiagömböt lő. Hát, ha tudom azt, hogy a Tempestek azok olyan hatásosak, az akkor csak azt csinálom azt, hogy nem valószínű, hogy el is gatyászol. Az durva a Tempest, igen. Aztán meg összeszedtem az összes bogaramat az egész mapról. Hát, lesz valami. Most azt mondod, itt az egy köcsög youtuber. Kire Móni? Köcsögő. Ezen falnál szólj meg, ki nem hagynám. Ismered, Ray? Én nem ismered. Ray, baszki, te ugye kalózmániás vagy, ugye? Majd küldök valamit. Beszarsz? Tudom, hogy te ilyen pirates vagy. Tudod, Robi, amit mutattam izét. Egyelőre még csak képek vannak, Ray, de
úgy néz ki, hogy tudunk majd szerezni kulcsot hozzá. Jó, már várom. Na jó, egyet mondok Ray. Open World, Sandbox, kalózos, túlélős, multiplayer. Szerintem ebben benn volt minden. Aztán várom a reaction chaten. Na szóval ahhoz mindenképp kölkulcs. És szerintem a Ray most így lazából lenyúlva érzi, szerintem... hogy a Nerbantik tanul gotyába. Csak hát aztán lehet, hogy hát igen, mert ilyen nincsen gyerekek. Nincs még mindig ilyen játék, és hogyha azt megcsinálják jóra, tehát egy jó kis kalózos tudsz, ez kemény lenne. New Dawn, azt hiszem Ray, New Dawn. Tehát új, bár a Dawn az mi hajnal, vagy a tökömtő. Írd be. És szerintem kidob a Google is képet, de még fejlesztés alatt van, de a fejlesztő írt ránk egyébként. Azt írja, adom, Kriszt bedobjuk a tatba, rabszolga kurvának. Hát ha lehet be hajózni meg, gyerekek. Szét fogok azon menni, hogyha az tényleg, mert az olyan, abból hetet hét határa szóló live-ot csapunk belőle, gyerekek. Még Amerika is meghallja akkorát. Az a kalózos engem is lekötne. Igen. Úgyhogy gyerekek, érkezek majd infokkal, meg esetleg magával a játékkal, amikor már lesz egy olyan játszható verzió, hogy lehet valami. Engem most más érdekel, hogyha szar, az nem tud szar lenni. Olyan kép volt ott valami tigris, meg dzsungel, meg nem tudom, ott ugye egyelőre, ami már kész van belőle, az már nekem elég volt. Én ott el is. A Rain of Kingsbe is én úgy el tudok mászkálni az erdőbe, gyerekek, hogy 8 órán keresztül tudnám ott tolni, főleg annak elég jó hangulat. Főleg egy fát várni, azt tudnám én. Hát azzal az új fejszével, az a kurva jó lehet. Meg hát láttad a Rain of Kings volt, hogy kidől a fa, és még utána a kidőlt fát szét tudod vágni. Ja. Ez kurva jó. Ez nekem tehát vigyázzatok a leállónál. Azt írja Tiborcos. Miért? Fel van dőlve valaki? Úgy gyerekek, emlékeztek régebbi live-okba, amikor megyek, és keresztbe van egy kamion, de így a... nyereggel együtt, hogy végig volt terülve, nem lehetett kikerülni. Hú, de durva volt az. Mindenkinek satúfék volt. Azt küldtem gémet, köszi Losom, majd megnézem. Jaj, bocs, nem ért neked a vége? Mert néztem a visszapillantóba, de úgy néz ki, korán húztam el a kormányt. Remélem nem ért neked a vége. Mondjuk nincs nálad áru, szóval talán nem gáz. Hova, remélem ezt hallotta a csávó. Kicsit ott... Most Diablo 2 lesz. Hát ezt nem tudom, üzembe tudnám helyezni, meg mit a 3 megvan. Felteltőleg abból lesz. 3-ban elvileg lesz update. És akkor lett benne a Necromancer. Ja, a Necromancer. A Pici Panda írta, hogy várja már. Az nagy állat a Pici Panda, az tolja ezeket a Kitty. Aki szokott írni csetet. Nem történt semmi, azt írja Tiborcos. Akkor jó. Ja, te vagy az a szép piros-fehér-zöldes kamion, mi? 69 kilométer. Gab, most járok egy programozási szakkörre, ahol nem soká robotot fogunk programozni. Jóval, Handel. Akkor készülhetünk a üzére? Skynetre, vagy mi? Itt a Milik Marci, srácok! Az ember, én aki legyert... Én szerintem lesz a Ghost Skynet. Hát? Hanem valami ilyen FAP machine lesz, nem? FAP machine? Automatic. The FAP-o-matic. Az lesz a neve. FAP-o-matic. Itt a Milik Marci, gyerekek, aki legyárt egy videót, és azt már másnapra 400 ezeren megnéz. Na jó, picit túloztam, de egyébként tényleg... Aki még nem látta, kattoljon oda. Hihetetlen a Pali. Tényleg a Benny Pavas paródia izé után csináltál másikat, Marci? Most nem néztem már egy ideje a csatira, mert itt ma Orbaszájba live ment. Meg minden csöcs. Vik Marci is bejött, benyom egy mixet. Aha, az nagyon állat, miket összerak a Marci. Milyen helyzet? Pihensz? Vagy mit csinálsz? Valaki, mintha káromkodna, csak addig hallom. Szia Viktor, üdv a streamben, mi újság?
Gyerekek, 33 km kezdődik a tolatgatás, viszont 1 millió 9-et kapok, azt hiszem, hogyha ez sikerül, akkor az... Jó. Egy fuvar még jó utána, gyerekek. Hagyjuk el a 20 millát, és akkor... Szerintem akkor zárom a cuccot. Ah, kurva jól néz ki ez a játék. Rákerestél, Vi? Rákerestél, Ray? A New Dawn-ra. Hogy kapnád. Bekapni valót. Ugye? Unreal Engine 4, ugye? Ez elég ahhoz. Csak ugye, tegyenek bele jó kis extra feature. Akarok elásni kincset, akarok kiásni kincset, akarom elásni a Chris-t. Majd ezért róla, a palánkról majd lejárat. Az, ja. Chris kurva, jó, a Reign of Kingben is, tudod, ráverek a falagáról, és nem már! És így felháborodik, meg fut az röhög. Kacsát kergett a fejszével ott múltkor is. Ja, csináltam, de miért remix, meg Donald Trump remix, stb. Mostantól rendezzenéket fogok, nem csak ilyen bolondozni. Hát de ezek azért bejöttek, tehát azok rohadt jók, Marci. Na mentem, skacok, jó ét mindenkinek, szervusz, Geri. Jó ét. Mindjárt itt vagyunk. Hajók legyenek. Hát igen. Az legyenek, de legyen, úgy építsük meg, mármint nem így kockákban meg mi, hanem így tehát le kéne mondjuk rakni a vázat, tudod, és akkor így összekalapálnánk. És akkor azzal mennénk el, azzal a hajóval, mint összerak. Hát az izé is jó, ugye a Sid Meier's féle Pirates volt király, az is ugye még anno C64, és akkor itt tovább. Most kaptam meg a 2004-eset valakitől, lehet, hogy majd tolunk abból. Kb. Ugyanaz a 2004-es, mint annól a C64-es volt. Ez is kurva jó volt, hogy megvolt a hajód. Mentél a tengeren, gyerekek, csak jött egy másik hajó. Ezt lőtted, hogyha szét tudtad lőni, ugye átszálltatok az övére, és ott megküzdtél a másik kalózzal, ugye kardozni kellett, mit ne mondjak, izé, joystick izé, és akkor utána ott ugye kizsákmányoltátok a másik hajóját, és akkor tudta tuningolni a tiédet. Szaros. Komodoros játékod, abban tetszett a víz, meg ilyenek, emlékszem, nagyon hangulatos volt. Szóval kéne az indexet. Ah, valami gyárhoz hozom ezeket, vagy ez egy... Azt hittem mezőgazdasági plaszra fogom hozni ezeket a traktorokat. LKV. Last Craft Wagen? Az? Awesome. Simán az van idéve, hogy LKV, és ilyen... Hát nem tudom, milyen cég lehet ez. Ó, hát ez... Genius. Scrap Mechanic Live-ot készítetek? Nagyon tetszett Redalinnel, nincs meg. Sajnos. Majd... De... Igen, tehát az a baj, hogy most már nagyon-nagyon sok a... Nagyon sok, amit... Amivel így bele akarunk fogni, nem lehet ennyibe. Hát nekem kedvencem az Assassin's Creed Black Flag, kb. Egész végig mentem, azt a hajókat fosztottam. Igen, hát idézőjelben sajnos az az egy kalóz feelingű cucc volt mostanában. És nagyon más nem. Hát ugye az se az igazi, tudod, mert ott is így a jövőből visszagondolás, tehát nekem rendesen olyan kell, ami az a kor, mit tudom én. Lehet, hogy így is elfogadod? Fogadod el? Akkor nagyon picit előrébb és jók leszünk. Talán nem kések el. Ennyiből szar, amikor más is ott kezdett, akkor nem látod. Ja, és most még hagyján, tudod, mert múltkor mi volt itt, basszus? Mikor ott ez a Fidel Castro itt mászott meg, nekem tudja kicsoda. Tiborcos is most hozott valamit. És
nem tudod merre volt a kormány középen, mert ugye 900 fokba tekered, és mire korrigálsz, már elfordult a kamion a francba, de talán most. Mert sokat tekerek kicsit mindig. Most itt van Tiborcos, és rohadtul nem látom, hogy hol van az én árunk. De úgy néz ki, ő se tud beállni, nem tudom, mi történik itt. Á, igen, erről beszélek, hogy elfelejtem egyszerűen, hol állt a kormány már. Mondjuk így 28. live-nál nulla alvással, micsoda. Gyere vissza, így. Az előbb kurva jól álltam, csak elcsesztem. Na most lesz a jó. Oké. Okay. Hoppá, ott van. Oké. Már hétfő van. Kiváló, azt mondja. 1.960.000. Na, most azért már csak van valami. 19.113.000. Gyerekek, akkor szerintem utolsó fuvar. Azt mondja, egyetlen egy fuvar van, Katowicébe, Lengyelországba vihetünk farönköket, 1.600.000 fizet. Akkor ez az utolsó fuvarunk szerintem. Azon mellé mentem a melón. Az milyen jó lenne, hogyha tudnál valami zenét alatt nyomatni, nem lenne ez a rohadt YouTube. Múltkor nyomtuk, de most 8 biten kívül más nem tudok berakni. Saját zenénket se akarom megunatni velük annyira, hogy már tényleg is mindig az megy. Nem tudom igazából erre mi lenne a megoldás. Hát az lesz a megoldás, gyerekek, hogyha végre meg lesz az elektromos dob, meg közvetlen rá tudom kötni számítógépre a gitárt, és akkor fölveszek egy 40 perces ilyeneket, megy a dob, és akkor kész. És végre saját, nem fognak tudni belekötni. Csak ugye külső hangkártya kell még, ami vissza van. Úgyhogy szépen jó minőségben. Most már ugye ki lett cserélve a gitáron a hangszerű, olyanra, mint a Metallica gitárban van, úgyhogy most már jónak kell lennie. Most már csak a hangkártya hiányzik. Ja, itt az áru. Ó, ott a kukkó. Tenném, csak a Robit nem akarom itt kihozni vele. Hát a bát hangja az úgy, hogy gyilkos lenne szerintem, így a többi néző számára is. Várják, hogy gyilkos lenne. 32 vagy? És GK? Bele van írva a GK neve. Gyerekek, azért ez jó, hogy... Most oké, hogy persze fiatalok vannak többségben a csatornán meg mi. De azért jó, hogy úgy látni idősebb arcokat. Tényleg annyi vagy? Ez buszszimulátor volt még. Én erre igen? Csak azt tudom mondani, hogy ez életetek, véretek az kanálisért. Életetek, véretek a kanálisért. Ez kurva jó. Átmentek másik jubóboshoz, akkor aztán végetek lesz. Meg tudjuk, Genesz leránt a kanálisba titeket, és a szakállával fog megölni életet. Gyerekek, ja. Genesz kemény figura. Most már. A Gab mesélte. Hol voltatok, Gab? Be voltatok kicsit töltve a rakéta előtt? Azt ott ilyen nagyobb kopasz, ilyen faszikot magyaráztak, vagy nem tudtad. Kenesz ott állt ott oldalt, tehát ez a sorozat serial killer fej, tudod? És akkor magyarázott ott a faszi, hogy így berekszik, vagy úgy berekszik. És akkor mondja a Gab, de tudod, Gab meg be volt baszva, mondja a Gab a Padinak, hogy öcsém, megboxol. Tudod, te Gab meg így ülőgét. Oda nézzük a Kenesre.
basz meg, ki az a fasz. Igen, ezt megadsz, hát a sor az egyik. Ó, menjünk innen, ezek boxolnak. Azt mondja, azt hiszem, hogy én mentek a faszik. Á, basz meg. 38 vagy? Akkor 78 az a születési cucc, igaz? Made in 78. 91-es vagy, Marci? Akkor meg annyi vagy, mint Gab. Ha jól tudom, de én azt sem tudom, Genesz mennyi. Fú, gyerekek, én mondom, hogy meséltem már, hogy én volt, hogy 3 évig azt hittem, hogy én 24 vagyok, és azt is mondtam mindenkinek. Tehát valahogy így, mivel nem is nagyon, ugye nem szoktam megtartani a szülinapot igazából, és így nem tudtam mihez kötni. Aztán mikor úgy, nem tudom, egyszer csak leesett, hogy nem annyi vagyok már, akkor így anyád. Ez kellemetlen volt. Rájöttek, hogy 43 így már. Rájöttem, hogy 43 vagyok, az sírba fakadt. Találtam egy ősz hajszálat a fanszőrzetemen. Találtam egy ősz fanszőrzetet a hajszálam között. Ez meg ilyen. Az már a genyobbik dolog. Ez tudod, annyira akinek... genyó dolog, hogy itt a játékban is a Melfilm másikította magát, baszki. Na, hogy haladsz vele amúgy? Bosztolok, hát. Most tolított a lányom! Nézd, te is utána rohadjál meg a végre. Would you like to swing on a star? 210 kilométer, és akkor átléptük a 20 millát. Jó van, gyerekek, minden este egy-két ilyen izé, aztán csak meg lesz ez a 100 millió forint valamikor majd. Nem mennék mindig a megengedett sebesség határfoz. De ez egy ilyen kis osztrák falvacskának tűnik. Mondjuk most kurván nem is az osztrák. Emlékszem, amikor először jöttünk ki az osztrákokhoz. Lali kitalálta, hogy nem menjünk autópályán, hát öregem te. Hát jó, ilyen falvaknak mentetek? Jó, milyen? Jó, ez durva, mi? Hú, kétszer annyi ideig tartott. Mentünk olyan dombokon föl, az meg azt hittük, hogy egyesben nem akar fölmenni az autó. Aha. Imádkoztunk, hogy ne forjon fel a víz, meg a sondó. Valami is egy-két ilyen szitunál megfeszült, mint Krisztus a keresztül, hogy mondom, aki mondom, húzz az félre, álljunk le, az meg remegett az, mint a kocsonyat. Volt egy-két cifra jelenet. De ezeknek ebből lehet kessük, Robi, hogy itt ilyen 2000 ember itt van mindig ezen a szerón, vagy valami, azért ez... Hát nem tudom. Ez most olyan jó ideje megy. Az amerikai, meg 2 euró, vagy hogyan? Nem, 3 európai szeró van, itt tudom én, hogy van még. Vagy csak európai van. Mert ugye az EU3-ason vagyunk, de hát itt ilyen 2500 emberből ilyen 2300 mindig benn van. Hát azért és meggondolom... nem is kérnek érte semmit, tehát nem értem. Azért gondolom, mert... hogy ennyien vannak egyrészt, mert szerintem nincs annyi szerver, mint az ARK-ba. ARK-ba otthon 2000 fölött van már ezek a... Yeah. ...tervereknek a száma. De ez valami területi bontás lehet, hogy ez hogy van megoldva, hogy... lazán úgy itt benn van... 2000 játékos, hogy bárkivel találkozhatsz, csak akkor lenne gáz, ha ez a 2000 egy helyre összegyűlne. Tehát egy hát, város, tehát akkor szétszakadna ez. De hogy de valahogy így elosztották területre, vagy ez hogyan? Nem, ez kurva nem jó. Szerintem megmondva, hogy ez hogy melyik channelen, vagy mit tudom én, ugye régen ezt úgy oldották meg, hogy egy szerveren belül volt, mit tudom én, hány channel. És mit tudom én, mondjuk, amikor én megyek az autópályán, és valaki ugyanott tart, akkor addig, tehát mit tudom én, lehet, hogy 5 város ezen a channelen van, mit tudom én, hány város azon van. Aha. Érdekes. Mert ugye a Just Cause 2-höz ugye van multimod. Uh-huh. És ott is tudod, milyen szarok voltak, hogy 970-en voltak bent. Tehát a map az úgy nézett ki, teli volt ugye színes pöttyök, egy ki hol van. És kurva nagy forgalom, és gyors, lagmentes, minden, kurva jó. Szóval is kéne lakni valamikor, nem tudom, a 3-hoz megcsinálták-e már a multit. Hát azt nem tudom, pedig megvan a Just a Cause 3. Elvileg ugyanaz a csapat csinálná, aki a 2-hoz csinált. Volt valami hír róla annak idején, de vagy most...
Hát állítólag ugye sunyi módon direkt azért nem is raktak bele ők, mert gondolták, hogy majd ez a modder csapat ugye úgyis megcsinálja yeah. hozzá. Akkor azzal nem kellene foglalkozniuk. És nem tudom mi van bele. Gaming kanál is, ha nyernél a lotton, tegyük fel 2 milliárd forintot, most miként folytatnád YouTube-on a videókat gyorshajtás picsába? Milyen terveid lennének akkor? Hát minden olyan, főleg ilyen hangkártya, gitár, dob, orgona, nem tudom, ilyen olyan technikai eszközt meg tudnék venni, amivel olyan minőségbe tudnánk felvenni zenét, hogy ne az legyen, mint amit most hallasz introba, hogy így recseg. Jó, ez ilyen garage band feeling, tehát ez is jó, de egy-kettő komolyabbhoz jó lenne. Akkor kamerák, streamer gép, streamer, tehát capture kártya, még egy monitor, megoldani a chatet máshogy, tehát fú, lehetne, most nem mondom, hogy 2 milliárdot bele lehetne verni, de lehetne beleverni annyit, hogy... Egy normális hogy, stúdiót például csinálni igen. hozzá. Hangszigeteltetném a placot, ó, hát lehetne, durvákat. Meg hát maga a pénzből el tudnám menni olyan helyekre is, onnan videózni, ahova így ennyi lóvéval, meg ilyen izékkal nem jutnál el, és már az egy videóanyag. De az, tehát, hogyha kapnék is 2 milliárdot, én nem tűnnék el. Tehát én ugyanúgy csinálnám a YouTube-ot, ez itt nem a, ugye szoktuk beszélni a Robival, hogy csak a pénzért csinálod, akkor el is tűnsz. De te tudod a legjobban, hogy te is úgy nyomod, hogy izé... Ja, hát ez olyan, hogy... Is, hogy mennyi, ez egy álma az embernek ez. Mennyi jön be, meg mennyi lett kiadva rá, hát abszolút. Szóval... Ezt a nagy YouTube-osok is meg tudják mondani, hogy az első pár évük az tömény szenvedés. Így van. Hát azért rakadt ki, azt hiszem az Anfieldnek meg a Szala Istinek volt egy videója arról, hogy ez a csesztetés, hogy miért nem dolgoznak, miért nem tudom. Hát ott már nem láttam még olyan idegesnek az Isti, de nem csinálni egyébként, ott nagyon részletesen elmagyarázta, hogy gyerekek, 5 évet killódtam ezért úgy, hogy ugye láttátok jól az Isti, hol dolgozott, mert csomó videó volt onnan, megbeszélt a főnökkel, hogy fejre csatoltos GoPro-t bevihesse, és én személytelepen ott dobálta a roncsokat, meg tehát nem egy álommeló volt ott még a suli mellett, meg lediplomázott közben az is, ha jól tudom, gyerekek, szóval azért eléggé el volt havazva, és plusz még ugye 5 év kemény munkája volt abban, hogy ott legyen a YouTube-ban, ahol most van. Tehát ja, az kinkeserves. Hát az Anfieldnek ugyanúgy, de még az Anfield ott mondta is a videóban, hogy gyerekek, hiába van itt 2-300 ezer feliratkozó, ugyanaz a mikrofonálványom van, ami eddig, össze-vissza recseg még, tudom én. Tehát azért ez nem olyan egyszerű dolog, ezt ugye mindig szoktuk beszélni. Hát én azt tudom mondani, hogy majd jövőre lesz nekem könnyebb. Annyiból, hogy igen. Ha már végre itt lesz a zenék, ő is aztán majd akar, ő is majd be tud segíteni ezekbe a dolgokba. Például, ameddig én megcsinálok egy videót, ő majd össze tudja vágni, és ahhoz külön lesz gép. Ugye jövőre, hogyha tényleg kijön az AMD-nek az új procia, akkor szeretnék egy új gépet, ami lényegében ilyen gyilok lesz. Mm-hmm. 16 szálon tud dolgozni, az videó szerkesztéshez, meg ilyesmikhez teljesen tökéletes lesz. Aha. Meg már csak így, hogy fölvenni a videókat, és akkor lehet majd egy normális minőséget például leprodukálni. Én azt akarom majd, hogyha nem is lesz olyan monitor, de akkor főskáláztatom majd vele ilyen 4K-s felbontás vagy valami. Amint ahogy az izéig csinálják, akkor már be tudnál ezt játszani. Hogy ugye nagyobba tolják ki, igen. És akkor... Neked is azt kéne megpróbálni, hogy az OBS-en átállítod a kimenetit, szóval nem amivel te főveszed, hanem a kimenetit izére a Full HD-ra, és talán egy kicsit nagyobb bitrátát raksz rá, és akkor már szerintem már akkor is jó a szebben a minőség. Nem tudom, merjek-e ezzel a nettel, ugye 10 megabit per szeka fölfelé. Ha annyi, néha 7-8. Hát mennyi nyomatod most? 4500-tel tolom mindig, ugye 7-26. Hát nyomod egy 6-ig, akkor még mindig benne vagy szerintem. Ha még úgy megy, ugye? A 6 kell az izéhoz. Ja.
És ugye az a gond, hogy ugye ez a Panasonic TV olyan, hogy például az Arcba nem tudsz rakni izét, 1920x1080-at, de csomó másban meg igen, és akkor most, tehát most egyelőre hagytam így, mert ez a tuti. Lényegében szerintem majd csak akkor fogunk mi átállni 1080-60 FPS a gyerekek, ha új kijelzőn van, meg van egy streamer gép, meg egy másik net. Most egyelőre így elég folyamatos kép van szerencsére, így 60 FPS-ben a ronda pofán látjátok, játék látszik, hang jó, azt sikerült megoldani azért az Audition-nál, meg ilyenek. Igazából azon még így könnyebb tud látni, hogy belső nézetben vagyok. Valahogy jobban érzem. Ennyi volt. Mi a szar gyerek? Ennyi idő alatt se tolattam még be. 10 másodperc se volt. Figyeld, így jó, hogy kihajol a sofőr. Valamiért mindig... Jó, de ugye már most nincsen, nem voltak itt. Nem volt 60 ezer kamionos itt. Yeah. Különben kénytelen vagyok kívülre rakni. Most teljesen figyeld. Pak. T betű. Árul lerakás. Cool. Kiváló. És 1.666.000 forint. Mikor tudsz emberket fölvenni? Várjál, kamionkereskedők új alkatrészek, fülkebeállítása, állapotrendelés, cégigazgatása, munkaközvetítő. Gondolom, fotostúdió. Gyerekek, ez német ez a játék, ugye? Azt hiszem. Hát, de beteg módon benn van ebben minden, aminek kell, hogy legyen ebbe a témába. Persze. Jó srácok, 20.600.000 forintunk van. Akkor azt a, lényegében megkerestük azt a pénzt, amit tegnap a javításra elment. Közben Lotion Gamingnek köszönjük az Out There Somewhere nevű játékot kaptuk meg, nem tudom mi. Ja, ilyen Super Metroid portál meg Cave Story által inspirált ilyen keverékjáték. Jó van, azt megnézem, köszi szépen, hozzácsaptam a könyvtárhoz. Jó, ha Robi, benyomom az autót, meg ének, azt mondjuk egy picit megtárgyalni a dolgokat, akkor jó. Nyomj egy halót a népnek. Sziasztok, jöjjtek jók. Ciao, ciao. Disconnected. Na, srácok, a pénzt sikerült visszaszerezni. Ugye ezek a kis éjszakai beszélgetős kamionozgatós tucok, ezek jó, rohadt jó. Engem meglep, hogy 4:15-kor 100-an itt vagyunk, úgyhogy a figyelmet viszont megköszönöm, srácok, legyetek jók, természetesen a live-ok attól függetlenül, hogy lesz más dolgunk is, érkezni fognak, és hát találkozni fogunk a következő adásban, vagy pedig videóban, legyen az bármikor is, minden elérhetőségünket megtaláljátok odalent, legyen az a Twitter, a Steam csoport, a www.gamingkanális.hu, vagy pedig a gamingkanális.hu kuponkód, de tudtok 2 darab Play-it jegyet nyerni lent a leírásba, hogyha rányomtok a linkre. Ugye Andrásék jó voltából nincs más dolgod, mint jelentkezni. 20-áig megy ez a verseny, és akkor lesz egy nagy eredményhirdetés, és akkor aki azért nem tudott eljönni Play-itre, mert esetleg nem volt pénze jegyre, vagy valami, az most el fog tudni jönni. 2 darab jegyet lehet nyerni, és még egyszer köszönjük szépen Andrásnak a lehetőséget, nem tudom, itt van-e. Ezt valahogy ő hozta össze, úgyhogy köszönjük neki, és hát találkozunk a következő előadásban, legyen az bármikor is, legyetek jók. Ciao.